Második Rákóczi Ferenc 348 éve született a ma már Szlovákiához tartozó Borsi kastélyban. A nagy jelentőségű magyar főnemes 1676. március 27-én látta meg a napvilágot. Ennek alkalmából tartottak megemlékezést a Rákóczi utcai emlékműnél. Emlékét nem csak a Rákóczi szobor, ami a legújabb Rákóczi kezdeményezés és emlékmű, hanem Rákóczi út, második Rákóczi Ferenc általános iskola is és emlékét őrzi, és egy nemzeti emléknap, tehát 2015 óta nemzeti emléknap Rákóczi Ferenc születésnapja. Az ünnepségen a második Rákóczi Ferenc magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola diákjai műsorukban kurucnótákkal és az erdélyi fejedelem nagy tetteinek felidézésével emlékeztek meg. A műsor részeként Lerner Zsolt alpolgármester és Pócos Géza, a Béri Balog Ádám baráti kör elnöke is beszédével tisztelget Rákóczi előtt. Ez a szobor a Móri Nagy Benedek szobrászművek alkotása, stílusában egyedi. Én azt hiszem, a Kárpát-medencében nincs még egy ilyen szobor, ami egy dombormű jellegű, egy Fehérvár csurgói kőre van rá applikálva, és a fejedelem jön le a Vereckei ágon egy lovon. A második Rákóczi Ferenc emlékmű 2022-ben közadakozásból valósult meg. A Honvédség és Társadalombaráti Kör Székesfehérvári szervezete és a Béri Balog Ádám baráti kör kezdeményezésére.